Először járják körbe az idejáró gyerekek és szüleik a felújított óvoda termeit. A település közel 80 millió forintot költhetett az épület felújítására, ahol néhány napja több mint 60 pici kezdte meg a tanévet. Önkormányzatunk első körben a külső hőszigetelést, a nyílászáró cseréket, valamint a belső felújítások során burkolást, ajzatszigetelést, teljes villamoshálózat cseréjét, illetve teljes fűtéskorszerűsítést végzett. Az óvoda felújítása a terület és település fejlesztési operatív programnak köszönhetően újult meg. A megyei önkormányzat vezetésével zajló programban Tolna megyében 27,5 milliárd forint értékben valósulnak meg fejlesztések. Még van ám egy csomó tervünk, és ez a másik lényeges dolog, hogy lehetőséget kell teremteni ezeknek a közösségeknek arra, hogy gondolkodjanak, tervezzenek, és erre kapjanak valamilyen forrást. A kis települések fejlődése a következő években is folytatódhat. A kormány ugyanis már tervezi a Modern Falvak program elindítását.